A Bad Bike meghívott az idei évértékelő rendezvényére Balatonkenesére, hogy beszéljek a Fekete-tengeri bicikli túráról nekik. Képes hangos beszámoló következik. Ha elég régóta nézed a csatornát, akkor találkoztál már a Bad Bike nevével. Megmutatták a gyárukat, annó teszteltem az őrült csúcsmodelljüket is, és ne feledjük, hogy ők támogattak minket egy-egy biciklivel, egy-egy masztinóval a tavaszi nagy túránkon. Ha nem tudnád, miről beszélek, letekertünk idén a Dunát követve a Fekete-tengerig meg vissza. Esőben az eső is esett. Ennek ellenére hatalmas kaland volt a túra, és az erről szóló részeket megtalálod a csatornán, meg alul is linkeltem őket. Az évértékelőn természetesen jelen voltak a Bad Bike viszonteladói, lehullott a lepel a jövő évi modellekről is. Megnézte az új Mastinót, már ugye régi barátként üdvözöltem. A tószát, a trekkingeket, a crossokat, cruisereket, montikat és a pedelek bicajokat, gyakorlatilag a teljes 2018-as modellcsaládot. Ezután pedig egy szervezett túrán feltekertünk a Balaton-Almádiban található kilátóba, kizárólag elektromos motorral segített bicajokkal. Nem viccelek, amíg nem ültél e-bike-on, nem hiszed el, mit jelent egy ilyen gép. Ez tényleg a kerékpározás jövője. Nyilván jön a két fő ellenérv, miszerint A. Ez csak ellustít, nem is kell tekerni, ez nem bicajozás. De aki ezt mondja, amíg biztos, hogy nem ült pedeleken, a bicajt ugyanis tekerni kell ugyanúgy. Csak sokkal gyorsabban tudsz menni, sokkal tovább eljutni, és sokkal jobban élvezed az utat magát. Körülbelül 12%-os emelkedő megyünk fölfelé. 21-jel. A B ellenérv nagyon drága. Igen. Csak kapsz a pénzedért egy olyan robogót, amelyik egészséges, mozogsz, sportolsz vele, környezettudatos, nem kell tankolni, és úgy általában nagyobb élményt jelent vele a közlekedés, mint a benzines kis röfögőkkel. Én imádom a hagyományos Montimot, nem is mondanék le róla, de nagyon örülnék neki, ha ott állna mellett egy pedelek, mert egészen új szintre emeli a kerékpározást. Aki követi az idei kerékpáros évet, akkor nem fogom meglepni azzal, hogy amint visszaértünk a túráról, ez fogadott. Igen. Ez egy nagy verőfényes nap. Egy jó nagy verőfényes nap. Oh. Mindjárt kezdődik életem első előadása a Fekete-tengeri biciklitúráról. Kicsit izgulok, de nem sokára találkozunk. Az előadás jól sikerült, tettünk, ittunk, beszélgettünk utána. Jól éreztük magunkat. Köszönöm szépen a meghívást. Találkozunk valahol az úton. Jaj, mi van te?